Táncverzum, a Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagykata. Az interjúunk után el is indulsz tanítani. Kiket fogsz ma tanítani? Az első, az rögtön egy roppant izgalmas témát vethet föl. Ők a Silver Swans csoport akik ő, tulajdonképpen az 55 pluszos korosztályt képviselik, nálunk inkább 60 fölöttiek. Az a metodika, amit Vaganova néven ismerünk, és az orosz technikát jelképezi, és amit idehaza Magyarországon is oktatnak, alapvetően fiatalok, tehát gyerekek, és profi művészpályára készülők számára lett kialakítva. Milyen kompromisszumokat kell tenned, hogyha felnőtteket kell oktatnod, úgy, hogy ne támaszson velük szemben szinte megoldhatatlan technikai feladatokat. Kell, hogy legyen nekünk balettmestereknek egyfajta megalkuvási kényszerünk. Nem is kényszerez, hanem együttérzés, azzal, hogy az a test tulajdonképpen, akik ott vannak az arán, ők nem alkalmasak alapvetően ugye a művészi balett végzésére. De ezt ők is tudják? Ezt ők is tudják. Hogy ne? Természetesen ők is tudják. Mindenki tudja, hogy belőlük már nem lesz balettáncos. És nem csak az 50-60-asokról van szó, hanem a, hanem fiatalabbak esetében is így van. Tehát nekünk egy olyan fajta kompromisszumot, illetve adaptációt kell csinálnunk, a technikai részében, amit ők képesek megvalósítani. Gondolok itt arra, hogy nincs szükség olyan erőteljes kifele forgatottságra, tehát például ugye nem kell 180 fokra forgatni, nem is tudják megcsinálni. De ettől még az élmény, amit ad nekik, az, az talán lehet egy hasonló mint amit a színpadon megélnek a táncosok. Alapvetően ők ezt az élményt keresik? Igen, azt hiszem igen. Először nyilván, aki bejön az utcáról, hogy így mondjam, klasszikus balettre, teljesen kezdőként, ők azt gondolom, hogy először inkább a fizikai oldalára kíváncsiak. Nem tudják, mert honnan tudná, hogy mi van még mögötte. Tehát a fizikai része érdekli őket. Szeretnének magasra lába emelni, szeretnének hajlékonyak lenni, szeretnének kecsesen, harmonikusan mozogni, adott esetben spiccelni is, ugye szeretnék kipróbálni. Aztán egy idő után a gyakorlások során szembesülnek azzal, úgy, mert jön, nem lehet, tehát nem marad el az, hogy itt egy kicsit többről van szó, mint a fizikai gyakorlás. Egyszerűen a zenén keresztül és a, a gyakorlatoknak a kifejező módján keresztül megérzik azt, ami pluszt ad nekik, a művészet. Lehet itt már ilyen szinten is művészetről beszélni? Nagyon-nagyon minimális szinten nyilván nem azt a fajta művészetet tudjuk produkálni, mint amit a színpadon látunk, de egész más a cél, amivel megérkeznek. Tehát ugye itt a cél nem a színpad és egy koreográfusnak az elképzelését, darabját színpadra állítani, hanem mindenki a saját keretei és a saját igényei szerint dolgozik. Tehát ő saját magát keresi tulajdonképpen, mind fizikailag, mind lelkileg. Meddig lehet eljuttatni őket? A klasszikus balett oktatás hat év alapozás után, a plusz három év, vagy ugye arról nem beszélünk, mert az lényegében már egy művészképzés. Amikor a metodikáját követjük, akkor ugyanazt a metodikát követjük, mint ami az első hat év tankönyvében benne van, bizonyos kompromisszumokkal. Meddig lehet azt mondani, hogy na, eddig a kötetig tudunk eljutni optimális esetben, aztán többet soha. Nem, nem, tudjuk, nem tudjuk ezt használni. Tehát nekünk tulajdonképpen egy teljesen új metodikát kellene létrehozni, ami egy igen komoly feladat lenne, hiszen nagyon sokféle test és nagyon sokféle ember jön ugye sokféle testtel. Na most erre egy egységes metodikát kidolgozni úgy, hogy, hogy évekre lebontva ezt én úgy gondolom, hogy nem, nem lehetséges. Annyi féle testtel találkozunk, amilyen testekkel például a pedagógus képzésben nincs szó, hiszen ők nem táncművészek lesznek. Tehát az ugye egy speciális anatómiával rendelkező test, amire kidolgozták a metodikát itt, ezzel mi nem találkozunk. Tehát nagyon sokféle testtel dolgozunk, és tulajdonképpen az évek során és a tapasztalataink alapján alakul ki egyfajta saját metodika, amit tudunk követni nagy vonalakban, hogy hogyan tudjuk ezeket a testeket vinni és fejleszteni. Aki ezt hallja, megkérdezhetné, hogy jó, de akkor ha ennek úgy különösebben nincs kifutása, akkor mi köti oda ezeket a táncosokat, tanulókat a balethoz, nap mint nap küzdeni, mert azért vagyunk őszintén azért ez egy küzdelem saját magukkal, meg a, meg a technikával. Tehát mi tartja ott őket? Hogy látott te ezeket? Milyen motivációkkal kötődnek ők ehhez a műfajhoz, a klasszikus balethez? Én úgy gondolom, hogy segítség nekik, nagyon sok mindenkinek segítség, lelki takarítás. Tehát a fizikai terhelés mellett egy olyan fajta lélek simogatás és lelki takarítás folyik, amit az elején, már korábban említettem, nem tudnak, de menet közben megérkezik. És akkor, amikor azt a visszajelzést kapjuk nap, mint nap, hogy ugye egy egész napos drillben, multitaskingban létező emberkék, akár egyedül, akár családdal, akár gyerekekkel, és megérkezik a balettórára, és van egy ami az övé, ami az ő ideje, amikor csak önmagára figyelhet. Maga a tréning és a hozzátartozó lelki felfrissülés, ez olyan szinten addiktív, hogy még hogyha esetleg valamilyen életesemény miatt kimarad akár egy fél év, de van olyan is, aki több évet kihagyott, visszajön. Visszajön, és alig várja, hogy visszaállhasson a balettrúg mellé. Én azt gondolom egyébként, hogy az egyik legnehezebb a technikán kívül az a tükörrel való szembesülés. Minden korrekciót ott látunk, és meg kell próbálnunk kívülállóként látni azt, ami ott van, vagyis önmagunkat, ami személyiségfejlesztő szinte. Többen is vannak a, a táncosaink között, akik azt mondják, hogy nem szeretik a tükröt. Az egyetlen hely, ahol szeretik a tükröt, az a baletterem, mert ő ott szépnek látja magát. És ez nagyon fontos. Olyan is van volt, aki évekig nem volt hajlandó olyan helyre állni, ahol látja magát a tükörben. Aztán egyszer csak mégis megtörtént, és belenézett, és azt mondta, hogy ez valami fantasztikus csoda, amit ő ott megélt abban a pillanatban, és neki erre szüksége van. És ez nagyon lehet látni, amikor nyitódnak. Ez mennyi idő múlva következik? Nagyon, be? nagyon változó. Van, akinél viszonylag hamar. Van egyfajta társadalmi megfelelési kényszerünk arra, hogy csak az állhat a baletrúd mellé, aki nagyon vékony, hosszulábú, hosszú lábú, hosszú tehát a megfelelő testalkattal rendelkezik, és amikor ő belenéz a tükörbe, akkor mondjuk nem ezt látja. Aztán elkezd gyakorolni, elkezdenek finomodni a mozdulatai, elkezdi fejben is megélni a gyakorlatokat, a zenével együtt a mozdulatok mögötti tartalmat meg tudja mutatni, és ahogy ez a harmónia létrejön, akkor lehet látni a szemükben, meg a tartásukban, kimeri emelni a melkasát, megemeli az állát, kinyílik a szeme, és látjuk azt rajtuk, hogy most elérkezett oda, hogy megélte azt, hogy miért jó neki itt lenni. Táncverzum. A Trendefem táncművészeti és közéleti magazinja.